De nézzük ezt a Die Flash Consumed Plus történetet is, mert ez utólag került be a Doom 1-be. Ez eredetileg nem volt része a Doom 1-nek. Plusz kiegészítő volt neki. Szóval ez nem tudom, hogy hol helyezkedik el a sztoriban. Pontosabban, hogy hol. Mikor. Meg miért? De ahogy nekem kinéz, szerintem még határozottan a pokolban vagyunk itt. Ebben az epizódban. Ó, a francba. Ah, köszönöm. Kemény kezdés. Csú, mennyi ellenfél van mindenhol, azt a mindenit. Ajaj. Pokolbáró úrfi. Ki kell jutnom innen? Hála égnek, belehalt, jaj de jó. Csí, basszus. Ez egy erős kezdés volt így. Remélem, hogy egy pici nyugalomhoz azért most... Pici nyugalmat most azért lelek. Most, hogy levertük a pokolbárót is. Jaj. Tessék már össze-vissza teleportálgatni, ez nem mókás. Ez kemény lesz. Thank you.
Oké, sikerült összeveszniük, remek. És ha jól hallom, kezdenek teleportálni is. Jön a báró is. Hát ez kellemetlen. Épp bárónak annyi. Jaj, ne! Csodálatos! Jajjajjajjajj! Nem lesz ez így jó. Vegyük egyen lejjebb a nehézséget és lássuk, hogy úgyhogy boldogulok. Nem mondom, hogy sokkal jobban, de azért talán egy fokkal jobban bírjuk most. Talán. Az anyád úristenit. A báró. Ennyi, most nincs... Ójjajjajjaj! Most nincsen báró itt azért, mert lejjebb vettem a nehézségi szintet.
nézünk ki. Gondolom, igen. Hallanak tündefüleim. Az ég ágya meg, még így se egyszerű ez a fejezet. Főleg emiatt a véletlenszerű ide-oda teleportálgatások miatt elég kiszámíthatatlan. Na jó van. Végre egy picivel előrébb jutottunk. Nem jön senki se engem minden bántani a teleportálások kellős közepette? Akkor jó, én ennek csak örülök. Ahogy mondod, bárom. Ha!
Ó, itt is ott lent egy védőruha. Van ott egy BFG, ami tök jó. Remek! Szuper! Ez nem BFG, hanem plazmájú, de se baj. Én ennek is örülök. És itt a sárga kulcs is, remek. Jaj, de buta vagyok. Ördög volt ez a hang, csak nem egy cyberdémon. Annak fogok még én igazán örülni. Olyan trappolása volt. Mi a fene? Olyan sok pinki démon van odalent, hogy nem engednek még le se. Nem, csak kettő volt, de az bőven elég volt ahhoz, hogy megszívasson. Mi volt az a teleportálás hang? Valaki belement abba. Az ég áldja meg. Mi új mentettem itt? Menjünk vissza energiacellákért. Plazmágyú azt teszi. Ó, szuper, visszatérünk a kezdőhelyre. Ez egy cyberdémonnak a hangja. Hiszem legalábbis. Így van, ott látom a lurkót.
különösebb zöme innen egyáltalán, de... próbált meg, én úgy hallom, igen. Aha, most robbant fel. Szépen be voltál ide zárva, és van ott egy fegyver is, ami nekem kéne. Jaj, de aranyos vagy. Jaj, de aranyosak vagytok. Ahogy hallom, lent összevesztek. Ó, Istenem! Ez az epizód eddig egy nagy-nagy-nagy káosz, semmi más. So many demons, so many zombies. Ez a daráló zené kicsit legalább segít enyhíteni a stresszt. Remek. Hú, barátom! Oké.
Láttam ám, hogy ott a piros kulcs, mindjárt felszedjük. És valahol a pálya leges-leges legelején volt a... Egy piros kapu, egy gát, egy ilyen rács igazából. Itt fent. Csak az nem ártana feljebb jutni. Piros kulcs ezt is nyitja. Itt egy teleport. Ehhez pedig már kék kulcs kell. Mi folyik ott? Ott a kék kulcsunk, szuper. Aha, és itt meg lehet kerülni az egészet, jaj de jó. Jaj de jó, szép. Szép szűk. Platformokon át lehet itt menni. De sics, hogy leesek róla, szóval felejtsük el. Ahogy a lépcsőről is, hogyha rohanok. Na már kifutottam minden. Jaj, de jó. Baj, be tudunk menni még egyszer, ha ügyes gyerek vagyok. Csak azt sajátom, hogy ha jó irányba indulnék el. Ugyanis szerencsére itt a kijárat. Remek. Hallom, hogy valami nyílik, vagy mozog.
van, keressük meg akkor azt a piros ajtót, ami itt van. Ó. Oké. Na. Nem nyílik le nekem többet ez? De miért nem? Jesszusom, arra jártam már. Még nem. Hogy jutok fel oda, basszus? Már bocsánat. Eddig ez gond nélkül működött. Most nem figyeltem, hogy lett itt egy... Oké. Én buta. Ott volt a gombafalon, csak nem láttam. Ha, mert így nyílt ki egy... Aha... Le kell ugranom minden. Eddig ennek a fejezetnek csak ilyen nagyon gonosz címei voltak. Ilyesmik például, hogy megbánják majd bűneiket, amin most vagyunk. Hogy igazságtalanul gonosz. Meg... ilyesmik. Nem tudom, hogy ez az epizód bármiféle fajta közzel tartozik a sztorihoz. Én nem hinném. Hogy őszinte legyek veletek. Nem úgy gondolom. Oké, ez elég sok ground to cover, szóval kicsit visszajövök. Felé, úgyni. És akkor ezzel csak visszajöttök ide, ez nem tudom, hogy egy teleport-e. Unruly evil, tehát irányíthatatlan gonosz. Au. Uralhatatlan gonosz leginkább.
Lassan lehetne Mártana megtalálni a piros kulcsot, mert lassan már mindenhez az fog kelleni. Örülök, hogy ezt most nem Hurt Me Plenty nehézségen csináljuk, mert ez az epizód elég erősen nyitott. Egy nehezen ráadásul, ki tudja, hogy a későbbiekben mennyire lett volna durva, mondjuk itt, hogy az egyen előző pályán. Szóval nem szégyellem, hogy most egyen könnyebb nehézségi szinten játszom ezt az epizódot. Kihívással nincs problémám, de hogyha már... ha már csak a farkamat verdesed egy lángoló bottal, akkor már az nem jó. És ez most egy ez most elég szélsőséges példa. De a baromságnak is van egy határa. Honnan lőttök, könyörgöm? Láttam a kiárat feliratot, csak sárga kulcs kell ahhoz, hogy kijuthassak innen. Ja, felfelé. Kell a sárga kulcs. Húj! Nem tudom, honnan szerezzük meg, ott a sárga kulcs. Ugyanakkor itt a kijárat is. Viszont az ott egy BFG? Ha igen, akkor nekem szükségem van rá. Nézni? Megpróbálok el araszolni odáig. Hello! Igen, BFG 9000. Ó, igen! Ezt is írja a játék. Megvan neked a BFG 9000. Ó, igen! Ó. Se baj, nem érdekel. Nézzük csak! Újabb pálya. Mi is a címe? Against the Wickedly. A bűnösök ellen, azt hiszem. Talán ezt jelenti. Ötletes pályák vannak amúgy ebben az epizódban. Jó, minden életben nem találok el ott senkit. Ó, azaz összevesztek egymással, nagyon jó. Köt erre be. De itt
is lehet jönni. Remek. Egymást ölték a jó barátok. Na és innen hogy a túróba tovább? Ez kellemetlen. Ah, szuper. Remek. Hey, ay, ay, ay. Kíváncsi vagyok, hogy ha más oldalakról jövök fel, akkor máshová visz is a teleporter. Igen. Remek. Egyre többféle fajta ajtóval találkozom, de kulcsaim egyelőre semmihez sincsenek. Ó, oh, azt mondod! Nagyon jó. Még ott látok egy sárga kulcsot. Barátom, mi nyílt most itt ki? Lejjebb ereszkedett esetleg egy-két rács, aztán... örüljek neki? Yeah! Jó, megvan a kék kulcs, remek. Kezdetnek ez tök jó. Oké. Valakit sikerült valahol lelőnöm. Itt a kék ajtó. Oké. Ah, szuper. Így meglett a sárga kulcs. Kérlek. Vedd fel, köszönöm szépen. És akkor jól emlékszem, akkor arra kéne menni.
erre vannak. Sárga mókák, de... Ezeket úgy néz ki, nem így lehet kinyitni, ahogy én gondolom. Viszont ez a teleporter itt most sokat segített. Ó, de jó. Ott is egy BFG, azt a mindenit, szinte eddig az... Lá, majdnem az összes pályán volt BFG. Na hát... A piros kulcsom még nincs, és ez így... elég nagy baj. De sárga van? Értem, most leengedtük ezeket. Hát tudok jönni ide. Igen, itt még nem voltunk. És ott a piros koponya, nagyon jó. Most hallom, valami nyílik. Még egy Cyber Demon. Kapsz egy kis BFG-t, barátom, mit szólsz? Azt a leborult szivar végét. Nem. Against the Wickedly. Igen, ez az, köszönöm. Oké, gondolom jól megsebezte, de ettől függetlenül óvatosan kell harcolnom vele. Rakétái nem viccesek, szinte azonnal lelőlnek, hogyha arról van szó. És bizony arról van szó. Ha csak nem én magamat, én idióta! De szeretnék kimenni ahhoz a BFG-hez. De most mentünk itt egyet. A BFG-ből sajnos ki is folyott a juice, meg a plazmavetőből is. A víz verjen ki téged. Ó, de most nézem, hogy itt... Szuper, itt felnyílt egy híd. Ennek hála talán kicsit jobban tudok vele harcolni. Mondjuk távolról. Már ha innen eltalálnánk őt. Hát nem tudom. Nem minden, hogy innen eltaláljuk őt. Ettől függetlenül ő küldi ide a rakétáid.
a víz. Egy rakétától végem van. Nagyon jó. Oké, mentek egyet. Átrohanni nem tudok hozzá, ahhoz messze van. Na végre! Nagyon jó! Még lehet menni lett volna oda rohanni hozzá, felvenni mellőle az örök életerőt és kész úgy megverni, de... mennyi lőszer, nagyon jó! És itt a kijárat is. Minő csoda! És a pokol jött utána. Ez a következő pálya neve. And hell followed. Egy picit remélem, hogy most már lassan vége van ennek az epizódnak, mert kezd idegeimre menni, hogy őszinteljek veletek, kedves, nagyon kedves srácok. Ördög is pakol. Kék kulcs. Hát. Egy piros lett. Bocsánat. Csak jegyezzem meg, hogy ezekhez kell a kék meg a sárga. Mennyi minden van odalent. Hmm.
Jól van. Találjunk innen egy kiútra, amit talán látok is. Csodás. Supercharge. Őket is supercharge-oljuk puskatöltényekkel. Remek, megvan a kék kulcs. Sárga kulcs. Igen, a kék kulcs már megvan ezekhez az ajtókhoz. Csű. Mi? Yeah. Ó, igen, ott volt egy teleport, amiben nem léptem még bele. És ez oda vitt. Jaj. Oké. What? What the happen? Semmi extra, I guess. Oké. Azzal a kapcsolóval lesz valami. Aha! Ó, vagy úgy. Azzal továbbra se történik semmi ezzel a kapcsolóval. Hogy valami börtönudvar lenne. Ja. Csű! Azok ott egymásra bunyoznak a rácson keresztül. Nagyon jó. Oh!
Akkor itt van még egy. Meg még egy. Fel. Azt hiszi a kis buta, hogy nem látom. Nagy bülös úrvaszín seggét. De ez így most nem jó. Gyerünk felfelé, kérem. És ne lerohanunk egyszerűen. És jövünk ide. Be a kőkeménybe. The cruel. Juhé, ebből lett egy piros kulcsom. Egy teleporter. Jó Isten! Kész, szépen nyílik nekünk egy híd. De felmenni még nem tudunk. Hogy osztják egymást, bármi is történik most ott. Hű. Ott a sárga kulcs, szuper. Na most kettő teleportunk is van itt. Egyik ide hoz engem vissza. Ami tök jó, mert itt van egy sárga ajtó. És így felnyílik ott egy lépcső. Szuper! De... Volt itt még egy teleporter. Meg itt van ez a móka is.
Jól látom, ez itt ilyen kék löty víz, ami nem sebez, és ennek én őszintén örülök. Ó! Oh. Szóval ezeket elég, hogyha használja az ember, és akkor lenyílnak, de jó. Ilyen plusz helyekre esetleg nem visznek fel. Úgy látom nem. De menő. Szuper. És felvettük az éjjellátót, vagyis a látásjavító szemüveget, és így jobban látunk. Nem tudom, hogy ebben mentem-e bele, vagy nem? Mindjárt kiderül. Ah, igen, ebbe a teleportban még nem mentem bele. Szuper. Szuper. Akkor itt felnyílt itt a lépcső. Ó, milyen szép nagy aréna. Ó, ezért. Királyság. Megöltük megint a Spider Mastermindot. Ó, összevesztek. Francba. Megszakítottam a baráti társalgásukat. És gondolom az ott a szintnek a kijárata. Itt a vége. Igen, ez egy folytatás. Igen, ez egy folytatása volt a harmadik epizódnak. Ugye a harmadik epizód végén láttunk egy szegény nyuszit, akinek a feje fel volt nyársalva valamire. Igen, és itt látjuk is a főhősünk képét, ahogy a nyuszinak a fejét levette a nyársról. Az volt az epilógus szöveg, hogy a Pók Mastermind, a mesterelme biztos előre küldte a légióit ahhoz, hogy elkezdjék a föld invázióját, de mi oda mentünk, elkentük az arcukat, mert ugye senki nem emelhet kezet a mi kedvenc nyuszinkra. Ott is van a szegény fős kezékben a nyulunk. És a epilógus utolsó pársora pedig arról szólt, hogy a következő megálló maga a pokol a földön, tehát a Doom 2, ami már a földön fog játszódni, amit a pokol szépen ostrom alá vesz, és a földön fogunk harcolni a démonok ellen. Oké, akkor ez mégiscsak egy kanonikus epizód volt, egy folytatás, megint csak visszamentünk a pokolba, láttam mi történt a nyulunkkal, és megint elkentük a démonok száját, mielőtt megint visszajöttünk a földre, hogy itt is folytassuk a harcot.
Szóval, kedves lányok, kedves srácok, ez volt akkor a Doom 1 végigjátszásunk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem, hogy jól szórakoztatok, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és őszintén remélem, hogy majd a Doom 2 végigjátszásommal is velem tartotok majd. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, és hamarosan találkozunk. Szervusztok! We'll be right back.